a lelki pásztori hivatás éve van a Magyarországi Református Egyházban együtt a felvidéki református testvérekkel, ezért azt a témát választottuk, hogy mit is jelent Istennek és a hazánknak, az egyházoknak a szolgálatába állni, mint hivatásos, elhívott és hivatalos szolgálattevő magyar református lelkipásztor. Ennek milyen örömei vannak, szépségei, milyen nehézségei vannak, és mit tehetünk azért, hogy a mi közösségeinknek a vezetői, azok még jobb minőségű, lelki és szellemi minőségű emberek legyenek. Az idei esztendőben is teltházat, gyakorlatilag 300 emberrel vagyunk jelen Balatonszárszón. Ennek a konferenciának az a hagyománya megmaradt, hogy mindig azokat a határterületeket járjuk körül, amik a közélet és az egyházunk témáit érintik, aktuális ügyeit érintik. Ezekre a kérdésekre keressük az idei esztendőben is a választ. Rövid ideje vagyok lelkész a gyülekezetemben. Tavaly jöttem vissza Kanadából, ott szolgáltam 15 évig. Egyrészt érdekelt a téma, érdekelt az is, hogy hallhatok mind a négy főtiszteleti püspök úrtól, valamint az a motivációm is volt, hogy talán régi ismerős lelkészekkel is találkozom. Tavalyi esztendőhöz képest igyekszünk megerősíteni azt a jó gyakorlatot, hogy kis csoportokban találkozunk mind a reggeli áhítatnál, mind pedig a délutáni idősávban. Ezzel biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag így mindenki hozzá tud szólni a konferencia témájához, és ezek a visszacsatolások megérkezhetnek hozzánk szervezőkhöz is, úgyhogy most ezeket az utakat visszük tovább.